Jó estét kívánok, köszöntöm a Hajdúböszörményi Városi Televízió nézőit. Mai főzőműsorunkban Zolnai Dénessel ismerkedhetnek meg, a Fürdőkert étterem egyik szakácsával. Dénes, milyen ételt fogsz elkészíteni nekünk a mai napon? Ma egy ropogós lazasztéket fogunk elkészíteni, pirított újburgonyával és mentás tzatzikivel. Az előbb a beszélgetésünk során azt mondtad, hogy ez az étel nem szerepel a kínálatotokban. Miért esett mégis erre a választásod? Hát úgy gondoltam, hogy most ez a nyári időszak van, ugye melegebb van, és talán az ember nem azt kívánna, hogy egy igazi szaftos pörköltet egyen. Így gondoltam erre, hogy egy kicsit egy ilyen úgymond lightosabb ételt fogok most elkészíteni. Milyen hozzávalókra lesz szükség, és milyen munkafolyamatok követik egymást? Új burgonya, amilyen aprók szeműbb, ezt már előre megfőztem. Ezt majd fel fogjuk vágni ketté vagy negyedbe, és itt ezt fogjuk megpirítani, ugyebár a lazacra. Ezt majd a sütés előtt fogjuk befűszerezni és megsütni, és a tzatzikihez uborka, görög joghurt, menta, egy kicsi limehéj és lime-nak a leve, egy kis só és egy kis bors. Milyen munkafolyamatokat látunk egymás után? Hát szerintem legelőször is a tzatzikit fogjuk elkészíteni, mert be kell sózni az uborkát, és kinyomkodni a levét, aztán pedig haladunk szépen a köret, majd pedig a lazac. Jó, lássunk akkor hozzá. Jó, rendben. Akkor legelőször is az uborkát kicsit megtisztítjuk. Reszelünk. A nagyjuk úr reszelőn lereszeljük így a megmosott és megszárított uborkát héjastól. Ezt egy picit sózzuk. Ezt félrerakjuk, míg kienged a leve. Akkor egy másik edénybe rakunk egy kevés kis görög joghurtot. Ugyancsak sózzuk egy kicsit. Egy kevés őrölt fekete borsot rakunk bele. Apróra vágott mentát. Még egy nagyobb levelet bele. Így. Lime-nak egy kevés kis levét belefacsarunk. Összekeverjük. Félrakjuk ezt is egy kicsit állni. A tűzre felrakunk egy serpenyőt, hogy egy kicsit hadd hevüljön. Rakunk bele egy kis olajat. Két kockányi vajat. És akkor már, mint mondtam, az előre megfőzött új burgonyát csak ketté vágjuk. Ha esetleg ami nagyobb, azt lehet négybe is. Így. Megvárjuk, míg felmelegszik a serpenyő egy kicsit jobban. Beletesszük a burgonyákat. Ezt hagyjuk így pirulni a vajon addig. Egy másik serpenyőt ugyancsak felhevítünk egy kevés kis olajjal. Az előre megtisztított és felszeletelt lazacunkat kicsit megsózzuk. Egy kevés steakfűszert rakunk rá. Ugyanígy a másik oldalával is, a bőrös felével. Megnézzük, hogy mennyire meleg már a serpenyő. Bőrével lefele
helyezzük bele a serpenyőbe, amikor kicsit már fel lehet jobban venni a lángot alatta. A lazacot már akkor fogjuk megfordítani, mikor majd látszódik már itt a peremen, hogy majdnem félig át van sülve. Ez időben mennyit jelent, mennyi idő? Hát egy 2 perc, nem több, nem kevesebb, mert az sem, hogyha nagyon átsütjük a halat, mert akkor nagyon száraz lesz. Apróra vágunk addig egy kis fokhagymát, még ezt belerakjuk majd a joghurtunkba. Hogy mindennek az íze jobban kijöjjön. Ezt ismét összekeverjük. Ezt ránézünk a burgonyára, ami már szépen meg is pirult. Ezt félrehúzzuk addig. Ha már besózott. Uborkát kézzel kinyomkodjuk, hogy a lé kijöjjön belőle, belerakjuk a joghurtunkba. Itt látszik, hogy a hal már szépen elérte a felét, megfordítjuk, és akkor ugyanannyi ideig fogjuk sütni a másik oldalt is. Egy kevés színes koktélparadicsomot ketté vágunk. Ez lehet sárga, piros, zöld, lila. És hozzárakjuk a burgonyánkhoz. Ezzel még egy kicsit átforgatjuk. Egy nagyon kevés kockára vágott fokhagymát rakunk még hozzá. Így a köretünk el is készült. Dénes, mesélj egy kicsit magadról. Amióta itt dolgozol a fürdőkertészterepben, mit tapasztalsz? Miért is választottad ezt a pályát, és miért is jó itt dolgozni? Jó itt dolgozni? Igen, jó itt dolgozni, szeretek. Ugye bár a konyhánk is nagyon felszerelt, sok mindent meg tudunk csinálni, követelményeket meg tudunk így felelni. A pályát az pedig már gyerekkorom óta, még nagyon kicsi koromban segítettem úgy otthon főzni. Édesanyámnak is sok szó volt, hogy panírozni, ilyesmi, és valahogy ebbe így előbb-utóbb megtetszett ez a szakma, és a gimnázium után úgy választottam, hogy akkor én kitanulom ezt a szakmát. És most, 2017-ben ez csak szakma, és csak így gyakorlod a főzést, vagy otthon is azért? Meglepet itt ott a családot. Hát, megmondom őszintén, otthon nem szoktam főzni. Nagyon ritka, hogy otthon főzzek. Igazából azt mondanám, hogy itt a munkahelyen én a főzés, darabolás, bármi ilyesmi. Én ezzel úgy vagyok, hogy a munkát nem viszem haza. Lehet más is szokta ezt mondani, de nagyon ritka. Otthon, hogyha főzök, akkor pedig inkább csak kint bográcsban grillezni, főleg ez a nyári szezon az, hogy akkor már inkább kint a kertben. Rendben van, de akkor a másik oldal ilyenkor mit szól? Mennyire vagy kritikus, hogyha csak úgy terítéken kapsz otthon egy ételt? Nem szoktam így kritizálni az ételeket, úgy vagyok vele, hogy mindenki úgy főz, ahogy tud. Nagy ritkán elmondom, hogyha valamilyen észrevételem van esetleg, de nem szoktam kritizálni senkinek úgy az ételét. Rendben van, most azonban főzzél tovább, nem zavarjuk. Tálalhatjuk is, mert nagyszerű. Ezt a burgonyát és paradicsomot ráhalmozzuk a tányérra. És egy pár mentalevéllel díszítjük. Az ételünk elkészült, jó étvágyat kívánok hozzá!